Sziasztok, üdvözöllek titeket itt egy újabb YouTube videóban. A mai nap arra gondoltam, hogy megmutatnám nektek azt a kis játszókát, amit építettem a hölcsögeim számára kartondobozból. Ez azt a célt szolgálja, hogy este, amikor foglalkozni szeretnék a hölcsögökkel, akkor ki tudom oda őket tenni, és például ebbe a kis dobozkába különféle járatokat készíteni, elrejteni apró kis kajákat, jutalomfalatokat, és akkor tökre fogják élvezni, amikor ők saját maguk fogják megtalálni, és mégis más környezetben vannak, és egy kicsit le is fáradnak ebbe. Szóval megmutatom nektek, hogy én hogyan építettem meg ezt a házikót. Viszont nagyon fontos információ, hogy ha esetleg ti is szeretnétek kartonból ilyen kis játszókát építeni, csak is kizárólag felügyelettel lehet benne a hörcsög, ne hagyjátok ott, mivel a kartonból tök simán kirághatja magát, illetve meg is eheti a kartont, ami azért elég veszélyes. Szóval csak úgy játszom benne a hörcsög, hogyha ti is ott vagytok. Most viszont bevágom nektek azt a videórészletet, amikor építettem ezt a kis helyet. Elég késő este volt, valamikor 10 óra fele álltam neki megcsinálni, szóval a fényviszonyok is nagyon rosszak, viszont nézzétek meg, hogy hogyan is készült. Felhasználtam mindenféle maradék kartondobozt, összehajtogattam, illetve összeragasztottam kívülről, és tulajdonképpen ebből áll az egész kis játszóka. Ha ti is szeretnétek hasonlót készíteni, arra figyeljetek azért oda, hogy a ragasztást azt kívülről csináljátok, nehogy véletlen megrágja, vagy megegye a hörcsög, amikor bent játszik. Természetesen ez a játszó is csak addig fog működni, ameddig valamelyik bele nem pisil, utána pedig készíteni kell majd egy másikat, viszont mivel használt kartondobozok, ezért bármikor újra tudom készíteni. Ahogy láthatjátok, nem egy bonyolult szerkezet, próbáltam belerakni ezért játékokat, bújókákat, és majd meglátjuk, hogy mit fognak szólni hozzá a hörcsögök. Így néz ki, az egyik oldalában még nem raktam semmit, itt pedig már egy kis bújót raktam, ezen kívül még azért jó lenne néhány dolog. És itt pedig már nagyon késő este volt, ennek köszönhetően már fent voltak a hörcsögök, úgyhogy egy próbakörre be is tudtam rakni, itt például Nutli lesz az első, aki kipróbálja. Persze ez akkor lesz jó, hogyha már mindenféle kis kaja is lesz benne, hogy lehessen gyűjtögetni, de most csak megnézem, hogy egyáltalán mennyire működik. Azóta már, hogy készítettem ezt a videót, nagyon sokszor voltak benne a hörcsögök, tettem egy csomó finomságot bele, és a három hörcsögöm közül talán Nutli a legokosabb, és ő fedezte fel legelőször, hogyan lehet ebből a dobozból kijutni, szóval azóta folyamatosan szökni akar, szóval azért vigyázni kell, a másik kettő nem jött még rá. Egyébként, ahol ki tud jönni, az a középen feláll két doboz összeragasztásához, összeillesztéséhez, onnét egy kisebb ugrással meg tudna lógni. A második hörcsök pedig Lulu lesz, kíváncsi vagyok, hogy ő mit szól az egészhez. Ő is felfedezi, körbenéz. Ő egy kicsit talán lassabban, komótosabban szokott körbenézni, mint például Nudli. Szerencsére Lulu azóta sem jött rá, hogy hogyan lehet innét megszökni. Aztán harmadik hörcsökként a legkisebb Szotyi került be. Ő átfér teljesen könnyedén azon a csövön is, viszont az egyik aranyhörcsögöm is átpréselte magát rajta, ott azért egy kicsit megijedtem, hogy be fog szorulni, de teljesen simán átment rajta. Szotyi mivel nem túl nagy, ezért a kettő doboz összeillesztésén is nehezen tud átmenni, úgyhogy ő talán a legkevésbé tud innét megszökni, habár nem kell csodálkozni azon sem, hogyha ő is ki tudna jönni, ez véget nagyon fontos, hogy csak felügyelettel legyenek ilyen helyenként. Na és itt is van mellettem ez a kis játszó, most viszont még fel szeretném egy kicsit turbozni, mert ahogy láthattátok, nem olyan túl sok minden van benne. Vettem a Freshnopban ilyen szárított, mi volt ez, retek? Azt hiszem, nézzétek meg ilyen kis ilyen cuccokat, és ezt szeretném elszórni a hörcsögöknek, illetve vettem, burul minden, vettem szokásos krokodilt, ezt már egy csomóan kérdeztétek, ez alapvetően hörcsögöknek, kutyáknak való, viszont nagyon szeretik a hörcsögeim, szóval amikor megyek Freshnopba, szoktam egy-egy darabot venni.
Azt még nem tudom, hogy a játszótérre fogom-e berakni, vagy a helyükre, viszont mindenképpen ilyen is lesz. Szeretnék még betenni nekik vízkukacot, szárított borsószirmot, és amikor majd mennek játszani, ezeket a dolgokat meg tudják keresni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy fog működni. Egy próbakörön már voltak a hörcsögök, viszont ugye még nincs annyi minden benne, úgyhogy gyertek velem is csináljuk meg. Ezt a kis videót pedig muszáj itt hagynom nektek. Imádom, amikor a brokkolit ilyen aranyosan csipegeti. Na és itt pedig már azt láthatjátok, ahogy fel van töltve. Igaz, hogy már egy csomó mindent megettek belőle, de folyamatosan szoktam felfrissíteni liszkukacsal, illetve ezekkel a szárított növényekkel. Na hát ez a kartondobozos projekt ennyi lett volna. Köszönöm, ha itt voltatok és ha végignéztétek a videót. Ha tetszett, gyertek, iratkozzatok fel, és találkozunk nem sokára majd egy következő videóban. Addig is sziasztok!